Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Prima Gála. Vállalkozói szakmai és közönségdíjakat is átadtak. A Fehérbot nemzetközi napja. A Vakok és Gyengéllátók Tolnavár megyei egyesülete ünnepséget szervezett. Pályaválasztási bőrze Bonyhádon. 17 középiskolából érkeztek diákok. Országos népzenei találkozó Bonyhádon. Idén 20. alkalommal rendezték meg az eseményt. 18. alkalommal rendezték meg a Prima Gálát Szekszárdon. A rangos eseményen nem csak a vállalkozói szakmai sikereket, de a kimagasló társadalmi szerepvállalást is elismerte a Vállalkozók Országos Szövetsége Tolnavár megyei szervezete. 2005 óta szervezi meg a Vállalkozók Országos Szövetsége Tolnavár megyei szervezete a Prima díját adót. A szekszárdi rendezvényen gálaműsorral egybekötött esten 5 kategóriában adták át az elismeréseket. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár országgyűlési képviselő kiemelte, a díjjal nem csak a vállalkozókat, de egyúttal a kiemelkedő közéleti tevékenységet is elismeri a VOSZ. Nem csak a vállalkozók kapnak díjat, hanem kiemelkedő közéleti tevékenységért, szerepvállalásért is különböző kategóriák vannak, és én azt gondolom, hogy ez egy lehetőség annak arra, hogy a Tolnavár megyei emberek be tudjanak mutatkozni, meg tudják mutatni önmagukat, és nagyon fontos az, hogy a megyében működő szervezetek, illetve a VOSZ ezt észreveszi, és ezt díjazza is. Nem is mindig a díjakért dolgozik az ember, de én azt gondolom, az önnevükben is mondhatom azt, hogy egy-egy ilyen elismerés ösztönzőleg hat az egyénekre, a személyekre, és még inkább megtesznek mindent annak érdekében, hogy ennek a megyének a hírnevét öregbítsék. Fajszi Lajos, a VOSZ Tolnavár megyei szervezetének elnöke elmondta, a szakmai tevékenységet és a társadalmi szerepvállalást egyaránt figyelembe veszik, amikor a prima díjazottakról döntés születik. Hozzátette, egyre több vállalkozó tartja fontosnak e kettő egyensúlyát. A vállalkozásoknál nyilván persze a profit legfontosabb, hiszen valamivel fönn kell tartani a saját magát, a családját, az alkalmazottait, a cégét, de nagyon-nagyon odafigyelnek a mai vállalkozások már arra, hogy mi zajlik körülöttük. Tehát a társadalmi események legalább olyan fontosak számukra, és ebben szeretnek részt venni. Ennek az egyik óriási példamutató műve a Prima díját adó gálást. Dr. Győri Attila 2017-ben már elnyerte a Prima közönségdíjat, most a magyar oktatás és köznevelés kategóriában vehette át a Prima díj elismerést. A sebész-orvos számára saját korábbi betegsége kapcsán került új megvilágításba hivatása. Nagyon-nagyon-nagyon neves dátumon, 2001. szeptember 11-én volt a műtétem egy rossz indulatú daganat miatt. Nagyon rosszul hangzik, de én azt szoktam mondani, hogy minden orvosnak egyszer meg kéne kóstolnia a másik oldalt is. Mondom, ez nagyon rosszul hangzik, és nem is igaz, de akkor is. Tehát, hogyha valaki egyszer volt a barikád másik oldalán, akkor egészen máshogy tud érezni később is azokkal, akik azon az oldalon vannak. Az ember, amikor beteg, rettenetesen kiszolgáltatott, elveszettnek érzi magát, még akkor is, amikor tudja, hogy mi történik vele, hát még akkor, amikor nem tudja, hogy miről van szó, úgyhogy nagyon sokat tanultam én abból. A Vármegyei Prima díj mellett a közönség, az országos évvállalkozója és a társadalmi szerepvállalásért díj is gazdára talált, a Vármegyei évvállalkozója díjat pedig 10-en vehették át. Hétfőn délelőtt adott ünnepséget a Vakok és Gyengéllátók Tolnavár megyei egyesülete a szekszárdi evangélikus templomban. A Fehérbot nemzetközi napja alkalmából szervezett eseményen sor került egy színvonalas műsorra, emléklapok átadására és ajándéktárgyak sorsolására is. Kincs,
Szinte teljesen megtelt a szekszárdi evangélikus templom hétfőn délelőtt 10 órakor, ugyanis a Vakok és Gyengénlátók Tolna megyei egyesülete ünnepséget szervezett a Fehérbot nemzetközi napja alkalmából, melynek célja a közvélemény figyelmének felhívása a látássérültek sajátos helyzetére, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba való teljesebb beilleszkedésük útját. Az eseményen egy kisebb koncertet adott a közönségnek Rákóczi Szilvia, akit Gáti László kísért zongorán. A gyerekkoromban is szerettem énekelni, de általános iskolában inkább a szavalás volt az, ami jobban érdekelt, akkor még. Aztán 14 éves koromban kezdtem tanulni egy hangképző tanárnál, 14 éves koromtól 18 éves koromig. Marina néni, a magunk szerető anya, szerkét, az egyesület összes tanja. A szavalás sem maradhatott el, Bihari Nóra egy saját szerzeménnyel kedveskedett a közönségnek. Kovács Lászlóné, a Vakok és Gyengénlátók Tolna megyei egyesületének elnöke elmondta, hogy szervezetük számos szolgáltatást tud nyújtani tagjainak. Elsősorban az érdekvédelmüket látjuk el, az érdekképviseletüket. Nagyon sok tanfolyamot szervezünk annak érdekében, hogy el tudjanak helyezkedni a lehető legtöbben. És ez valóban így is van, mert nagyon jó a statisztika a munkavállalás szempontjából, mert a munkaképes korú vakok közül a 45%-uk dolgozik, tehát van munkahelyük. Az ünnepség végül díjkiosztásokkal zárult. Hétfőn elkezdődött a mezőgazdasági közvetlen támogatások előlegeinek kifizetése, a részfizetésekkel együtt összesen 277 milliárd forint forráshoz jutnak a gazdálkodók az év végéig, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István szerint a magyar agrárium a változások időszakát éli, a bizonytalanságok miatt minden pénzügyi segítség értékes. A kormány ebben a kivételes helyzetben ismét a gazdák mellett áll, munkájukat az előleg fizetés feltételeinek megteremtésével is segíti, tette hozzá. Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár kiemelte, hogy más EU tagállamokban csökkentek a terület alapú támogatások, ám Magyarországon nagyságrendileg nem változott a kifizethető forrás összege. Idén tavasszal 155 ezer gazdálkodó nyújtott be egységes kérelmet, az előleg fizetés november 30-áig tart, mértéke a teljes támogatási összeg 70%-a lehet, mondta. Pályaválasztó bőrzét tartottak Bonyhádon a Széchenyi István általános iskolában, ahol a diákok részletes tájékoztatást kaptak a középiskolák széles választékáról. Az eseményre mintegy 17 intézményből érkeztek tanulók. Mozgalmas időszak az ősz a 8. osztályos általános iskolások számára. Ugyanis sokan ezekben a hónapokban döntik el, hogy jövőre hol kezdjék meg a középiskolai tanulmányaikat. A iskolánkban már évtizedes hagyomány, hogy megrendezzük a pályaválasztási bőrzét. Általában október második, harmadik hetében egy pénteki napon szokott erre sor kerülni. Jelen pillanatban több mint 10 középiskola van itt, akik tájékoztatják a gyerekeket és természetesen a szülőket a választható szakmákról, illetve az érettségi megszerzéséről is beszélnek. Most jelen pillanatban itt az aulában a gimnáziumi képzéseket mutatjuk be, bent a tornateremben pedig a különböző szakmák képviselői mutatják meg magukat. Az intézmények igyekeznek megkönnyíteni a választást azzal, hogy minél több információval próbálják ellátni a bőrzére érkező tanulókat. Aki veszi a bátorságot és oda megy az iskolapultokhoz és beszélget, az már egy személyes kontaktussal kezdi azt, hogy már van egy megfogható tapasztalása az iskolával, és nem csak a hallottak alapján is a weboldalakon tud informálódni. És itt az a jó, nem tudom, hogy a többi iskolánál hogy van nálunk, lehet beszélni a leendő osztályfőnökkel és a legtöbb szakpedagógussal is. A szakma és iskola választás előtt álló, elsősorban általános iskolás tanulók, valamint a szakképzettséggel nem rendelkező középiskolások átfogó információt kapnak a pályákról, foglalkozásokról, hiányszakmákról, munkaerőpiaci helyzetről.
megismerhetik az iskola rendszeren belüli és kívüli oktatási, képzési lehetőségeket, továbbá tájékozódhatnak a gyakorlati szakképzés lehetőségeiről és feltételeiről. A településfásítási programban eddig több mint 36 ezer fát ültettek el. Az őszi ütemben pedig újabb 8 ezer csemete kerül ki a falvak kis települések közterületeire, közölte az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára. Farka Sándor elmondta, a kezdeményezésben résztvevő 10 ezer lélekszámúnál kisebb településeken eddig mintegy 36.500 fát ültettek el. Az akció szeptemberben elkezdődött, harmadik ütemében 345 településen 8 ezer fa csemetét ültetnek el, és a kezdeményezés jövő tavasszal is folytatódik, közölte az államtitkár. Az Agrárminisztérium a minőségi fafajok ültetésével hozzá szeretne járulni a közterületek képének javításához. Nem elhanyagolható az sem, hogy az elültetett fák javítják környezetük mikroklímáját, hangsúlyozta Farkas Sándor. 20. alkalommal rendezték meg a Halmos Béla Országos Népzenei Találkozót Bonyhádon. Az esemény, amely két évente kerül megrendezésre, már 40 éves múltra tekint vissza a völgységi településen. Az idén rekordszámú fellépő jelentkezett a programra. Idén is Bonyhádon tartották a Halmos Béla Országos Népzenei Találkozót. Szombaton egész nap és vasárnap dél előtt versenyműsor keretében mutatkoztak be a népdalosok, népzenészek. Őket neves zsűri értékelte. Köztük volt Juhász Katalin néprajzkutató, Vizeli Balázs, a Vizeli Trió prímása, Mohácsi Albert, bonyhádi származású népzenész, és Eredics Gábor, kossuthdíjas népzenész. Az eseményt, ami 4 évtizedes múltra tekint vissza, 2 évente rendezik a Tolna vármegyei településen. Valóban az ember nagyon sok tapasztalatot tud szerezni itt. Általában mostanában már az alapfokú, a középfokú, adott esetben még utána a felsőfokú nemzeti oktatásnak is bizonyos szempontból ez egy szemléje. Régebben egy ilyen általánosabb dolog volt, én emlékszem, hogy nagyon komoly előadók itt tűntek fel először. Itt ismertünk meg néhány nagy zenészt. A kétnapos találkozóra idén rekordszámban jelentkeztek. Az énekesek és a hangszeresek versenyműsorokban méretettek meg. Bonyhád számára nagy büszkeség a 20. jubileumi alkalom, mondta Filóné Ferenc Ibolya. Nincsenek véletlenek, hiszen ennek a kultúrháznak az elődjeben dolgozott népművelőként az a Szabó László, akinek egy ötletéből valósult meg, bár ő akkor nem csak népművelő volt már, hanem népzenész is, és a mai jelenlegi művelődési központunk igazgatója Juhász Józsa pedig, aki hosszú évek óta szervezi ezeket a találkozókat. A rendezvény eredményhirdetéssel zárult. Regionális híreink következnek. Siklóson ünnepelte a Vármegye pénteken, díjazták a legjobb baranyai szakembereket is. Mintegy 2 milliárdot tettek zsebre jogosulatlanul, több éves börtönre számíthatnak a vádlottak. Könyvbemutató. Az ősi szőlőtermesztés mutatja be a kötet. A siklósi várudvarban rendezte ünnepi közgyűlését a Baranya vármegyei önkormányzat. Az elmúlt évek hagyományait megőrizve Őri László, a Baranya vármegyei önkormányzat elnöke, és Partos János vármegyei jegyző adták át a kitüntető címeket. Ünnepi közgyűlés tartotta a Baranya vármegyei önkormányzat Siklóson. A várban a köszöntő beszédek után a megyei díjakat adták át. Idén a díszpolgári címet Bárdi László, orientalista, egyetemi docens, a PTE Ázsia központjának alapítója kapta. Hát a hosszú életem 3 nagy szakaszra különül el, a tanítás, a tanügyigazgatás és a keletkutatás. Az utóbbi az orientalisztika. Ez valójában az utóbbi 3-3,5 évtizedet jelentette, amikor Ázsiával kezdtem foglalkozni, sokat utaztam Indiába, Nepálba, Szibériába, Mongóliába, és különösképpen Kínába.
egy részlet a Bárdi Lászlót bemutató kisfilmből. Az elmúlt évek fordulópontot jelentettek Baranya számára, mondta a vármegyei elnök az ünnepi eseményen. Az elmúlt évek hagyományát megtartva, az idei évben is október közepén rendeztük meg Baranya vármegye ünnepi napját. Az idei esztendőben úgy döntöttünk, hogy a helyszín a csodálatos Siklósi vár, amely immáron az idei évtől nemzeti emlékhely is. Mindannyian emlékszünk a Tenkes kapitánya nagy sikerű sorozatára, amely Zente Ferenc főszereplésével hozzá nőtt a szívünk közül, amely egyébként egybefort Zente Ferenc mellett Siklós várával. Éppen 60 esztendővel ezelőtt kezdték el forgatni. Ez is adta az apropót annak, hogy ebben a gyönyörűen fejlődő baranyai városba hozzuk el idén a megyenapot. A díjazottak között siklósiak is voltak. Volt három olyan siklósi díjazottunk is, akiknek nagyon-nagyon szerettünk volna egy újabb lökést adni, vagy egy újabb szinten elismerni a munkájukat. Ugye kultúra, egészség vonatkozásában, és a Pro Comitatu díjat pedig a Tenkeshegyközség a villányi siklósi borvidéken kifejtett tevékenységért, munkáért kapta meg, de összvárosi szinten azért volt nagyon fontos ez a rendezvény nekünk, mert egyrészt átkötést biztosít itt a nyár végi, augusztus végi, szeptember elejé eseményeink lezárását követően egészen az adventig. 1996-tól hivatalosan is megemlékezik a Baranya vármegye önkormányzat az 1694. október 10-én első Lipót király által kiadott dekrétumról, amellyel Baranya vármegyének önálló közjogi státuszt és új címerpecsétet adományozott. A Baranya vármegyei főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés büntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat 18 személlyel szemben, aki közreműködésével több mint 2 milliárd forint kárt okoztak egy központi költségvetési szervnek. Az eset Budapesten történt, azonban a NAV dél-dunántúli nyomozóinak jutott a feladat, hogy felgöngyölítsék a szálakat. A NAV dél-dunántúli nyomozói derítettek fel egy budapesti bűnügyet, ezért a felügyeletet ellátó baranyai főügyészség emelt vádat a nyomozás adatai alapján az ügyben. A Baranya vármegyei főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés büntette, és más bűncselekmények miatt emelt vádat 18 vádlottal szemben. A vádirati tényállás szerint a központi költségvetési szerv vagyonkezelésébe tartozott két budapesti síremlék, illetőleg temetőnek a fenntartása, gondozása. Ennek megvalósítása céljából 2017-ben, illetőleg 2019-ben is pályázatot, közbeszerzési eljárást írtak ki. A költségvetési szerv akkori vezetője baráti kapcsolatban állt egy gazdasági társaság vezetőjével, mely cég szintén indult a közbeszerzési eljárásban. Így értékel közösen azt, hogy az ismerős cége nyeri el a közbeszerzést. Ez megtörtént, majd a sírkertekben, temetőkben fenntartási munkálatokat vállaltak papíron, amelyeket jelentősen túláraztak. Egy egész céghálót hoztak létre a számlázáshoz. Majd ez a gazdasági társaság ezt követően ezeket a munkákat tovább számlázta alatta lévő gazdasági társaságok részére, amelyek a munkákat azonban nem végezték el, úgynevezett stróman cégek voltak. A cél az volt, hogy a pénzeket átfuttassák ezeken a gazdasági társaságokon, majd a legvégén fölvették az összegeket és visszajuttatták a központi költségvetési szerv vezetői részére. 2017 és 2020 év között több mint 2 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetési szervnek. Végül a baranyai NAV nyomozói felgöngyörítették az ügyet. Ez alapján emelt vádat a Baranya vármegyei főügyészség. Az ügyészség a költségvetési szerv vezetőit, munkatársait, illetőleg a nyertes cég vezetőjét a hűtlenkezelés büntetének minősített esetével, vesztegetéssel, vesztegetés elfogadásának a büntetével, illetőleg okirathamistásokkal vádolja. Ennek a bűncselekmények közül a legsúlyosabbnak a büntetési tétele 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztés, míg a többi vádlottat pénzmosás büntetével vádolja. Bár a nyomozást és a vádemelést is baranyai nyomozók, ügyészek vitték végig, a bírósági szakaszra már Budapesten kerül sor. Ott kell képviselnie a vádat a vármegyei főügyészségnek.
A szőrészettel foglalkozik az a könyv, amelyet nemrég mutattak be Pécsen a Néprajzi Múzeumban. A kötet érdekessége, hogy az első kiadvány magyar és német, a második pedig magyar, német és horvát nyelven készült. Egy kőszegi 1740-es évekig visszanyúló szőlőtermesztési hagyomány szeretne itt meghonosítani Baranyában a könyv szerkesztője. A szőlőtermesztéssel kapcsolatos kiadványt készített többet magával Németh Györgyi Éva, a Mecseki Borrend Egyesület alelnöke. Az inspiráció onnan fakad, hogy az egész családja szőlőtermesztéssel foglalkozik több mint 20 éve. Több tucat dokumentumfilmet is készített ebben a témában. A könyvet Pécsen a Néprajzi Múzeumban mutatták be. Egyszer csak elém került ez a kőszegi kiadvány, amelyet 1740 óta vezetnek Kőszeven, és a kőszegi Jurisics Miklós Múzeumban lehet megtekinteni szőlőjövésének a könyvét. Azóta már a Magyar Értéktárba is bekerült, óriási marketingje van ennek a hagyománynak, amit a kőszegieknek köszönhetünk, hiszen kevés olyan dologról tudok az országban, amit 1740 óta folyamatosan vezetnek, bővítenek. Ez mind az időjárásra vonatkozik, mind a termésadatokra, mind egy kulturális hagyományra, amit így következetesen vezetnek, és a kőszegiek ezt csinálják. Ezt szeretnénk meghonosítani itt a térségben, Baranyában, vagy hát ha partnereket találunk, akkor a Dél-Dunántúlon, mindenféleképpen. Két kiadványt készítettünk eddig, az egyiket a Mecseki Borrend Egyesület segítségével, a másikat, ezt a legújabbat, aminek ma a bemutatóján vagyunk, ezt a Mohács Boly fehérborút segítségével készítettük el. A kiadvány érdekessége, hogy az első magyar és német nyelven készült, a második magyar, német és horvát nyelven. A szőlő jövéséről pedig azt kell tudni, hogy április 24-én a kőszegiek hagyománya után lefényképezik a szőlőhajtásokat, tette hozzá Németh Györgyi Éva. A szőlő jövése a szőlő hajtását jelenti. Azt, hogy április 24-én milyen állapotban van, milyen lombos, vagy éppen mennyire picike az a rügy. Ugye itt láttak felvételeket arról, hogy egyik évről a másikra hogyan alakult a szőlő hajtásának a képe. Az egyiken egy egész bokor volt, a másikon pedig csak egy picike rügy. A következőben már megint picit bokrosabb volt. Ez a klímaváltozásnak, az időjárás változásának köszönhető, ami nem megkerülhető napjainkban, és erre figyelni kell nekünk szőlőtermesztőknek is. Alkalmazkodni kell a megváltozott helyzettel, mind a szőlőtermesztésmóddal, mind a művelésmóddal, melyek majd az értékesítésben is megnyilvánulnak, tette hozzá Mecseki Borrend Egyesület alelnöke. A könyvbemutató a német kör segítségével jött létre, hiszen Németh Györgyi Éva tagja az egyesületnek. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Prima Gála, vállalkozói szakmai és közönségdíjakat is átadtak. A Fehérbot nemzetközi napja. A Vakok és Gyengéllátók Tolna vármegyei egyesülete ünnepséget szervezett. Pályaválasztási bőrze Bonyhádon. 17 középiskolából érkeztek diákok. Országos népzenei találkozó Bonyhádon. Idén 20. alkalommal rendezték meg az eseményt. Kedden a hajnali párásság megszűnését követően változó vastagságú fátyol felhőzet lesz felettünk, ami szűrt napsütést eredményez. Csapadék nem hullik, hűvös idővel lehet számolni. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!